Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből, az első 10 verset. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mai üzenetünk kérdése, hogy mi a következménye a gyógyulásnak? Az, hogy a sánta saját lábán bement a templomba a tanítványokkal dicsérni az Istent. Amikor Jézus ereje megmutatkozik valakinek az életében, ott nyilvánvaló változás tapasztalható. Mire van szüksége korunk emberének? Legfőképpen erre. Mi az, amit tudunk nyújtani? Anyagiakat, vagy a gyógyuláshoz vezető utat, Krisztust azoknak, akik sokféle dologban sántikálnak, botladoznak, lelkileg bénultak és szeretetre vágynak. A hit és kételkedés határmezsén az igazi szeretetet, az igazi odafigyelést képviselhetjük. Lelki kincsek birtokosai vagyunk, amit ha nem adunk tovább, akkor tőlünk is elvétetik. Dicsérjük Istent, hogy tanítványai lehetünk, akik mi magunk is rászorulunk gyógyító erejére, kegyelmére. Az egyház mindig több annál, mint aminek látszik, vagy aminek tartják az emberek. Benne a Szentlélek erői munkálkodhatnak gyógyító módon. Isten kincseinek a sáfárai lehetünk. Ki tudjuk-e nyújtani a kezünket a másik ember felé lelki értelemben is? Mit várunk egyáltalán mi az egyháztól? Anyagiakat vagy lelkieket? Beismerjük-e akár Istennek, akár egy közeli ismerősünknek, amikor segítségre szorulunk, vagy magunk próbálunk boldogulni? A bátorító Szentlélek adjon erőt, akár a lelki támaszkeresésben, akár a másokon való segítségadásban, az ő nagy nevének dicsőségére. Amen.